Több mint 1 millió látogató és 1000 program a legkülönfélébb zenei műfajokban. A Zeneháza mérleg az elmúlt közel másfél évben ez volt, és dübörög tovább tulajdonképpen a Zeneháza, hiszen jönnek az újabb programok. Itt van már Szálka Zsuzsa, szakmai koordinációs igazgató helyettes. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek! Mire számíthatnak a közeljövőben azok, akik ellátogatnak a Magyar Zeneházába? Igazából a Magyar Zeneháza egész évben programokkal várja a vendégeket. Most a szabadtéri színpad, ugye most már sokkal jobb az idő, a szabadtéri színpadon rengeteg ingyenes program lesz, családi programok, popzenei programok, népzenei programok, komoly zenei programok, filmzene, némafilmek és hozzá élőzene, úgyhogy csupa ilyen izgalmas programokkal várjuk a közönségünket. Azok is, akik előre eltervezik, és azok is, akik csak arra sétálnak a ligetbe. Igen, ugye mivel nagyjából, ha jól tudom, a Zeneháza is nagyjából egy ilyen színházi évadot szokott így meghirdetni a mostani időben, tehát ilyen május-június környékén, nyilván vannak a szabadtéri programok, de az új évadban, ha mondhatom ezt, tehát a 23-24-es évadban szeptembertől mik a legújabb programok, vagy a legkecsegtetőbb programok azok számára, akik esetleg még nem jártak a Magyar Zeneházában? Mindenképpen érdemes tudni, hogy a Zeneházának ugye a -2. Szintjén kiállító területeink vannak. Van egy állandó kiállítás, van egy időszaki kiállítás, ami a popzene a Kádár korszakba mutatja be, illetve van egy kreatív hangtér, amit mindenki kipróbálhat, illetve egy hangdóm, ami audiovizuális élményeket ad. A földszinten pedig a koncertteremben és az előadóteremben is különböző műfajú koncertek. De mondhatnánk például, hogy popzenei kiállításban vannak klubkoncertjeink, ott beszélgetések lesznek például Pródi Jánossal, Szörényi Leventével, és hasonló a kor legfontosabb zenészeit hívjuk meg, akikkel beszélgetünk. Emellett a hip-hop 50. évfordulójára emlékezünk a koncertterembe, de lesznek a Vadfruttik, lesznek különböző népzenei koncertek, fontos nálunk a globál zene, a Voices of Yemen, ezt a zsidó kulturális fesztivállal együtt szervezzük, azzal nyit az évad, és utána rögtön lesz egy intermezzo fesztivál, amit a MOME diákjai kurálnak és szerveznek. Ez az ő fesztiváljuk, mi segítjük, hogy megvalósuljon, mentoráljuk őket, de ők találják ki, hogy mi legyen. Úgyhogy ezzel indít az évad. Nagyon széles a repertoár, és ennek megfelelően nagyon széles skálán mozog a nézőközönség is, tehát a kisgyerekeket a kezdve egészen az idősekig mindenki megfordul a Magyar Zeneházában. Ez korosztályilag is igaz, meg szerintem stílusban is, mivel sokfajta stílus jelenik meg. Például 3 hete volt egy koncert, ahol azt néztem, hogy olyan vegyes közönség volt. Volt, aki amúgy komoly zenére jön, volt, aki amúgy DJ-kre jön, szóval lehet látni, és ugye a közönséget, hogyha sokszor jár az ember a Zeneházában, a közönséget is egyre jobban megismeri, és egyre jobban mi is tudunk reflektálni arra, hogy mi az, ami a közönségünket érinti, és mik azok a célcsoportok, mik azok a közönségek, akiket meg szeretnénk szólítani. Igen, ha már közönség, szerintem érdemes egy picit azt is boncolgatni, hogy a Magyar Zeneháza egy tulajdonképpen korszakalkotó létesítmény, mind épületileg, mind pedig ugye kulturális szempontból, hiszen ami ott hangzik, azért az egészen egyedülálló a világon is. Mennyire szélesedett ki mondjuk a zenekedvelőknek a köre az elmúlt másfél évben köszönhetően mondjuk a Zeneháza programjainak? Ezt szerintem nagyon nehéz megmondani, és nyilván kutatásokat érdemes erről készíteni, de az biztos, hogy ilyenkor szélesedik, szóval ilyenkor vannak olyan intézmények, akik tartanak attól, hogy jó, akkor majd a közönség az máshova megy, de nem, hanem tényleg az van, hogy a Magyar Zeneháza az egy nagyon újat szeretne abból a szempontból alkotni, hogy nagyon sok műfaj van, hogy kísérletezés van, hogy ismeretterjesztés, az ismeretterjesztés, az zenepedagógia az abszolút fókuszban van a Zeneházában, és például a komoly és kortárzenei koncerteknél is az fontos, hogy ezek a koncertek nálunk jönnek létre, az ötleteléstől egészen a megvalósításig. És vannak koprodukciók, együttműködések nemzetközi felsőoktatási intézményekkel is. Abszolút, igen. Milyenek lesznek a közeljövőben, és milyen programokat szerveznek akár így együtt? Igen, már a Hangdomban elkezdtünk dolgozni a Berlini Zeneakadémiával, de most a Ligeti 100 éves jubileum kapcsán együtt fogunk működni a Berlini és a Bécsi Zeneakadémiával is, és itt egy olyan alkotási folyamat jön létre, hogy egy workshopokat csinálunk Ligetinek a kompozíciós technikájára, ami inspirációként kedvet ad a művészeknek, hogy ők is arra alapozva alkossanak közösen műveket. Azért Berlini, Bécsi Zeneakadémia, hát ezek óriási tervek, és nagyon sok sikert kívánunk az nagyon szépen időszakhoz. Köszönjük, Zsuzsa, hogy itt voltál velünk.